holokauszt áldozataira emlékeztek május 24-én délután városunkban. A civil kezdeményezés keretében immár második alkalommal tartották meg a Cserépfalu Mezőkövesd közötti emlékező gyalográst. Tavaly 2 fő, míg idén több mint 10 fős társaság sétálta le a két település közötti 16 kilométeres távot. A program elsőként délelőtt Cserépfaluban egy megemlékezéssel, koszorúzással kezdődött, majd a kis csapat átsétált a 16 kilométerre lévő Mezőkövesdre. 44. májusának végén Cserépfaluból 2 családot, 10 főt vittek el az akkori miskolci járásbíró utasítására ide a Mezőkövesdi gettóba. Ezt a történelmét kutatom, ezt a hátterét itt a környéknek, és ezért indult el tavaly ez a út. Városunkban Tállai András, a Nemzetgazdasági Minisztérium miniszterhelyettese, parlamenti államtitkár, térségünk országgyűlési képviselője fogadta a sétálókat. Az érkezés után rövid imádsággal tisztelektek az 1944-es események áldozataira.